Szervusztok, srácok, üdv mindenkinek. Ez már bizony az. Ez nem egy videó, ez nem egy kép. Ez már itt a kézzel fogható. The Day Before Early Access-e. Végül megjelent. 2021-ben, amikor először mutattak belőle gameplayt, akkor látunk valamit. És a pár napja megjelent trailer alapján, ez bizony nem az lesz. De azért valami hasonló. Multiplayer, open world, survival horror. Részben halasztottak amiatt, mert az Unreal Engine 4-ről átálltak Unreal Engine 5-re. Valamikor levették Steamről is. Aztán levették YouTube-ról is az egyik trailert. Mert az egyik kalendáros alkalmazás leszedette. Átnevezték Day World-re. De úgy néz ki, hogy a The Day Before maradt végül a név. Nagyon kíváncsi vagyok. Posztapokaliptikus Amerikába játszódik a játék. Zombi hordák jelentek meg a pandémia után. És ez a játék, amit a legtöbben raktak a wishlistjükre Steamen. Na nézzük. Nézzük. Aha. Van itt többféle klassz is. Roamer, Pathfinder, Ghost. Ezek vannak egyelőre. És mindegyiknek más trétje van. A Roamer több cuccot tud cipelni, és a looting skill-je nagyobb, valamint az AR-rel jobb a recoil-ja, a Pathfinder pedig jobban tud kereskedni, healelni, valamint ügyesebb a sniperrel, a Ghost pedig több a staminája, jobban bírja a sérüléseket, jobban ellenáll a sérüléseknek, és ő is az AR-rel jobb. Mehet a Roamer. Kicsit megijedtem amúgy, amikor betöltött, hogy 100%-os processzor használat, de szerencsére elmúlt. Az úgy jó. Érdekes, hogy a szemszint azt így lehet választani. Jó. Az jó lesz. Sebek. Én sose szoktam ilyen sebeket rakni a karakteremre, az a helyzet. Érdekes ez a korállítás, amúgy. Jó lesz az úgy valahogy. Szeplő. Tetkó. Ott van egy hold, meg az van odaírva az arcon, hogy dead. Hope, na ez tetszik, Hope és Angel. Mennyire legyen mély? Nagyon mély. Ennyi. Na, make-up. Aha. Oké. Na. Ilyen lesz, srácok. Ilyen lesz. Na ez lesz az. Ez lesz az, srácok. Jó. Megtaláltuk. Bajusz szín. Hát valami hasonló legyen, nem? Az valahol itt van. Ez a választó itt nagyon fura. Jó van, jó ez így, nem? Csá. Jó van ez így. Persze, majd ezen javítanak még.
Early Access. Amúgy ez jól néz ki. Az a puska, meg az a táska ott. Select Server. Na nézzük. Populáció, oda kell menni, ahol tele van. Na, jó van. Azt mondja, hogy legyen az, hogy kiválasztok valamit. Ki tudja melyiket. Azt most mindjárt írja nagyba. Ja, ez jó. Ez jó, eddig, amúgy. Na nézzük. Közben amúgy az már tele lett, ahova akartam menni. Egy hájosat választottam ki, egy hájosat. Működik, működik. A Hope Tetco találó a játékhoz. You have returned. Jó lesz, srácok. Az durva, hogy olyan gyorsan beteltek a szerverek, szerintem egy 10-20 perc, és nem lesznek már szabad szerók, amúgy. Köszi szépen, Dante, a 20 hónapost. Egész héten a Witcher 3 végigjátszás nézem, mindig elhatározom magam, hogy végigviszem. Jó szórakozás, Dante. Looks clean. What do we do? He'll die here. No time. Get him to the car. Hey, can you hear me? It looks like your pupils are responding and your hearing is intact. How are you feeling? Nagyon jól érzem magam. Rengeteg vért veszítettünk, amikor ránk találtak. Oh, by the way, welcome to Woodbury-be vagyunk. Most járunk itt először. But don't worry, make yourself at home. So, can you get up? Try to get off the bed. Early Access, srácok. Ez Early Access. Srácok, ezen majd még javítanak. Ezen majd még javítanak. Szerintetek ki kéne most lépjünk? Pont ezt vártam tőle. Én nem gondoltam. Hát, hogy beleszpónoltunk a falba, mondottam, ki kéne onnan jönni, és hát dír. Ezt így a fejlesztők eddig nem indították. Biztos az a gond, hogy le vannak terhelve a szerverek. Jó, srácok, semmi gond, ameddig esünk, legalább meg tudjuk nézni a beállításokat, jó? Aha, na olyat nem akarunk, ilyen image scalinget. Fantasztik. Na a shadow quality-t azt nem tudom miért rakta low-ra, de az is legyen fantasztikus. Nagyon jó. Windowed. Aha, na hát amúgy ezek a beállítások, srácok. Most így mi lesz? Szerintetek most lépjünk ki? Fantasztik. Jó van, kilépünk. Jó, szerencsére csak egy órát, egy percet kell várni. Mi? Amúgy igen, tehát hogy Early Access, majd hogyha megjelenik a játék, akkor nem a falba fogunk spawnolni. Azt írja, hogy szomjas? Hát mert túl sokat van a napfényen. Pillanat, srácok. Várunk.
Amúgy fekete képernyő van, hogyha valakit érdekel. Valószínűleg erre a szerverre nem tudunk visszalépni. Igazából csak szóltam a fejlesztőknek, hogy legyen egy jó klip a játékról, és igazából szerintem megcsináltuk. Ó, nyomni kellett egy eszket, most már jó. Amúgy kit érdekel, hát most csak menjünk fel egy szerverre. Jó van az úgy. Na, hát oda már nem lehet felmenni. Na. Jó. Na, a Wanderwood lesz a szerencsés. Nem. De most miért mutatja amúgy a full szervereket fölül? Na, az Alderwood lesz a jó. Már nincs is low-pop szerver. Jó van, hát már amúgy egyik szerver sem működik. Mindjárt átmegyünk Ázsiára, azt jó lesz. Hol van akkor a Fairville? Édes jó Istenem. Hát ez egy jó kezdés, srácok. Találtunk egy jó szervert, bedobott a falba, zuhantunk, kiléptünk, és már nem tudunk belépni sehova. Jó van, egy Amerikában biztos nem játszanak jól. Sokan, vagy mi. Ez elszólás volt? Na ott. Az amerikai szerverek lesznek a jók. Sehova nem fogunk tudni belépni, hát ez hihetetlen. Na, én mondtam, ázsiai szerver a nyerő. Hopp. De nincsen low pop szerver, én mindig az aljára görgettem, és az alján már high van, ahova nem enged be. Tehát már ilyen gyorsan beteltek a szerverek, mert nem gondolták, hogy ezzel majd akarnak játszani az emberek. Most jó lesz. Srácok, a második belépés lesz a tökéletes. Na? Ennyi. Great. I'm really glad to see you recovering so quickly. We've saved people from the outside before, but we practically pulled you back from the brink of death. My name is Leonard, Woodbury's doctor. And you are? Ő a doki. Hát én vagyok Jánter. Valaki amúgy itt ugrál mellettem a falba. Remélem halljátok. Biztos, rengeteg kérdésed van, de a vezetőnk Christian majd ő válaszol. Mindenki tudja Woodbury-ből, hogy van egy jövevény. Megéri a 40? Persze, hát eddig nevetünk egy jót, srácok, ahogy lezuhantam a falban. Mi történt velem? Nem messze találtunk Woodbury-től. Mondd meg az öregnek, betetszek a falba, a butaságokat beszélsz. Fertőzöttekkel harcolhatunk, azt mondja a Leonardo. Engem be se enged, ázsiai szerverre kell menni, srácok. Az európaiak már meg vannak telve, az amcsik is, úgyhogy ázsiai szerverre kell menni. Hol vagyok? Túlélő kolónia. New Fortune State-ben ez az utolsó menedék. Working together to rebuild our lives in these new circumstances. And so far,
luck is still on our side. I'm sure you'll like it here. It's safe and comfortable to live, with enough supplies for everyone. We even have our own shops. It's best for you to see everything with your own eyes, and Chris will give you all the details. Jól van, Christian majd. Okay. Take care, and get well soon. After you talk to Chris, you can always find me at the infirmary. Don't forget to take your belongings. They're in the bag by the door. Szerint, ja, hogy ott, ott van backpack. Aha, van nekünk vízünk. First aid kitünk, almalevünk, kaja, energiaital, még kaja, nagyszerű. És szomjazunk, nagyon szomjazunk, de hát majd... Fegyver és egyéb felszerelés Eddard shopjába lesz. Ha valami medikus cucc kell, akkor majd tőle tudjuk venni. Oké. Okay. Szóval most, amit kell csinálnunk, az az, hogy iszunk. Igen, itt biztos jó lesz az ázsiai szerveren a harc. Kaja és Pia Robnak a bárjába van. Na, negyedjére kellett rányomni az ajtóra, hogy kinyíljon. Ázsiai szerver, ez szerintem érződni fog. Az mi volt? A szene jó. Szól ez a jó zene, és közben itt átklipelnek egymáson az emberek. Jim, így tudjuk... növelni a staminánkat. Wow! A szaunába tölthetjük maxra a HP-t. Amúgy lemaradtam ezekről a dolgokról. Nem figyeltem. Jó, szóval azt mondják, hogy fussunk. Itt van Tuti. Uha. Lehet majd kell nyomjunk DLSS-t. Ja, szóval így lemaradtam arról, hogy mi hol mi van, mert éppen azt néztem, hogy milyen a táj amúgy. Amúgy ezt így loopolva kellett volna mutatniuk, és akkor, hogyha valaki eddig a tájat nézte, akkor nem marad le azokra az infokról, amiket ott bal felül írtak. Úgy mindenkinek közben, srácok, köszi szépen a követéseket. Hello, you're the survivor we rescued a couple of days ago, aren't you? We were all praying for your speedy recovery. Kik vagyunk mi? It's good to see you're okay. Kösz, hogy megmentettél. We always try to help those in trouble. Otherwise, where would we be? Mindig próbálnak segíteni azokon, akik bajba vannak. Definitely not here. My name is Chris, and I'm in charge of this shelter called Woodbury. Here, we have gathered all the remaining survivors from New Fortune City and the surrounding suburbs. In Woodbury, we all work together towards rebuilding our society, and any help would be greatly appreciated. Each of us would like to live in a better world. A world where our children can play freely on the streets,
Egy olyan világot akarnak, ahol a gyerekeik szabadon járhatnak, játszhatnak az utcán. Get to know the members of our close-knit team to see how everything is organized here. Talk to the weapons trader, Eddard, the storage keeper, Abby, the bartender, Rob, and Dr. Leonard. After you're done talking, come back to me, and in the meantime, I'll register you. Okay. Szóval beszélünk Eddarddal. New beginning az a küldetés. Azt mondja, hogy jól elszaladtam, de amúgy ide kell jönnünk. Aha, ő a fegyveres. Greetings, buddy. I see you finally recovered. Let me introduce myself. I'm Eddard, the weapons trader. It was my guys who found you almost dead out there. We don't leave people in distress here in Woodbury. Quite the opposite, actually. Here, I've got something for you. Mindenki előadja, hogy mennyire kedvesek ők amúgy itt. A híres Moloth Hunter. Ha lemegy a fegyverek durability-je, akkor használhatatlan lesz, és meg kell őket javítani a tradernél. Van class, tier, attachment és ammunition type is a fegyvereknél, ezt határozza meg az erejüket. Ez egy kiváló puska. Azt mondja, ez egy kiváló puska, csak először össze kell rakjad. You'll have a better chance of making it back home on your own two feet, rather than on a stretcher like last time. No need to thank me. The important thing is that you're alive. The rest doesn't matter. Well, I wish you luck, buddy. If you ever want to buy top-notch weapons and ammunition, nem látom a nagy levelskit. You don't need. Feel free to come to me. Kösz. Jó, milyen kérdéseink lehetnek? Mesélj a boltodról. Van-e más shelter? When the streets were overrun by the infected, shelters were set up all over the city, and Woodbury was one of them, the farthest one from the city center. Ez a legtávolabbi a város központtól, és nincs másik shelter. Looterek vagy a fertőzöttek tönkretették. Like I said, being located far away from the most dangerous areas was the main factor that helped us survive. Indítottak még szervereket, köszi az infót. Luck alone isn't enough. Woodbury is still standing thanks to the collective efforts of all its residents. We take pride in the fact that it's the safest and most comfortable place in the area, and we work every day to ensure it remains that way. Jó. Mondj pletykákat, nem kell amúgy. Megnézzük a trédet, mit szóltok. It seems you're still not on the list of residents. Before I can trade with you, you'll need to complete először regisztrálni kell, és akkor utána lehet trédelni. Don't worry, buddy. It's a quick process. See you soon. Én abból nem tudom, mit tesznek ezen az emberek, ennyire túlélős játék, az király. Az akika. Until we meet again. Na itt a workbench, igen. A nyílt világba bárhol találhatunk workbencheket, szóval hogyha kell attachmentet tenni a fegyverre, vagy szétszedni valamilyen itemet, valami értékes dologgá, akkor ez jól jön, a workbench. Mielőtt még workbenchet használnál, bizonyosodj meg róla, hogy a terület, ahol vagy, biztonságos. Another day in paradise. Seen it? Let's make it. Ingyenes early access-be reménykedtem. Izé, már korábban kommunikálták, hogy most 40 eurós lesz a játék, és hogyha megjelenik, akkor meg majd 50. Ilyen tervek vannak.
klippet is rakunk rá. Hát a magazin nem tudjuk megnézni. Amúgy arrébb csúszanak, és akkor meg tudjátok nézni, hogy néz ki ez itt lent. Meg hogy szerintem látjuk másnak is valamiért, mert ott elhomályosodott a stat. Vagy nem? Nem tudom amúgy ez most mi volt. Furán nézett ki. Na, most Abby-vel kell dumáljunk. Nekem, ami így Survivalben nagyon tetszett, az a Divisionnek a Survival módja volt, amikor be kellett joinolj egy cube-ba, és akkor bedobott a Dark Zone körüli területre, ahol hideg volt, és figyelned kellett a hőmérsékletre. Az például az a rész amúgy nekem tetszett. Hey there. Nekem az volt, ami így Survivalben így nagyon adta. Glad to see you're okay. I'm Abby, the storage room keeper. It's the safest place in Woodbury, so people use it to store their personal belongings. I can see your backpack is pretty full. Leave the things you don't need right now with me. Úgy látja, hogy a táskám már majdnem, hogy tele van. Don't worry. Nála lehet lepakolni a cuccokat. Ő lesz a storage. The storage room is at your service. Tessék, belerakom. Most mindent. Jó. Great. That's the way to go. The storage room is available completely free of charge for all Woodbury residents. Mindenkinek Chris ingyenes. Chris registered you, didn't he? Please talk to him if he hasn't yet, all right? Meanwhile, I'll keep an eye on your things. Na, hát azt mondja, hogy ha meghalunk, akkor mindent elvesztünk, ami a zsákunkban van, és úgy lehet ezt megakadályozni, hogy az értékes cuccaink eltűnjenek, hogy a storage-be rakjuk. Illetve van egy protektív kézünk is, de annak a kapacitása limitált, tehát olyan, mint a konténerek a tarkókban. Mint a kappa konténer. Voltak nagyobb streamerek, akiknél beleszpónolt a falba, meg összeomlott többször nálad, eddig volt ilyen? A falba szpónolás, az úgy kezdtük, aha. Az vicces volt, nekem tetszett így. Everything else is tolerable in moderation. Chris, once you do register as a resident of Woodbury, that's great. We always welcome new members. No, let's keep on him. We weren't sh- well, in that case, I need to give you this. Na, kapunk tőle egy GPS-t. Vannak rajta poik, evakuációs útvonalak. Igen. Community taskokat lehet elfogadni a Woodbury lakosaitól. It's a GPS map of New Fortune City. Jó. Keep an eye on the map. Jó. According to the rules, I need to wait for confirmation from Chris that you're jó. Once you're done with that, feel free to drop by. All right then. Jó. Tehát, hogyha regisztrál, akkor segít nekünk a medikál cuccokba. Hey, how's it going? Ott van egyébként a stamina középen. Jól bírja a futást. Tetszik az a kanál? Vagy mi ez? Merő kanál. Ott az oldalamon. Hátizsákon. Ja, szóval nála lehet inni-enni. Van egy gear score? Ugye megnézzük. Welcome to Woodbury, pal. I'm so happy to finally see you alive. I'm Rob. So, how are you doing? Enjoying your time here, huh? Actually, so I prepared a little gift. Na, van egy kis ajándék a számunkra. Aha. Szóval adott nekünk ilyen híles cuccokat, amit azt hittem, hogy a dokitól fogunk kapni, hiszen ő enni és innivel foglalkozik, de biztos ez egy ajándék, ami nem hozzánk köthető dolog, oké? Okay. Ja, hogy magának tartottam.
and I like you, so take it. Milyen a kezdés, Maybe it'll save your life again someday. So, did Chris get you registered already? Még ez egyelőre csak ilyen tutoriál. Looking forward to seeing you again. Senkivel nem tudunk trédelni, először be kell regálni. Amúgy hangulatos ez a rész. Egyelőre. Olyan lomhán fut amúgy a karakter. De biztos ezért már sok cucca cipel. Hát még nem vagyok benne biztos, hogy mit gondoljak Woodbury-ra. That's okay. I understand how you feel. Megérti, hogy hogy It's érzünk. It's daunting to meet so many new people and not know what they expect from you. I hope you've realized that we don't wish you any harm. From now on, the doors of Woodbury will always be open to you. I'm confident that you'll find something. Úgy kell a szerverekhez csatlakozni, hogy fogjátok, legörgetek a legaljára, és azok közül választatok valamit. Inform the team that you're a registered resident. And from this moment on, all the services provided by Woodbury will be at your disposal. Nekem csak ázsiai szerverre sikerült csatlakoznom, srácok. Mert az EU-szerverek beteltek, de azt mondták közben itt a cseten, hogy azóta már nyitottak újabb szervereket is. Lesz a saját szobám. Woodbury is established on the site of a middle school, so there are no individual rooms left for accommodation. Ó, ez egy középiskola, ahol Most vagyunk. Most residents live in communal areas and keep their personal ez belongings egy multis játék. If you want to have your own home, cars and storage, we are currently working on setting up a small safe settlement outside of Woodbury. Every one of our residents can move there if they wish. You can get one of the available plots of land right now. You know what? Let me have our guys take you to the settlement. Just head to the exit and they'll meet you there. And if you have any questions about the land plot, you can ask me anytime. But I won't keep you any longer. Good luck. Na, azt mondta a csóka, hogy elvisznek egy settlementre itt Woodbury-n kívül, és hogy ott nekem nagyon jó lesz. Úgyhogy most az a terv. Egy pillanat, csak közben. Bedugtam tölteni az egeret. Jó. De hogy ért vele? Lehet lootolni, építeni, rédelni, meg PvP-zni? Hát gondolom... Na, gondolom van PvP. Hát, hogy így... PvP, meg PvE is van. Hát ugye a zombik is vannak, meg vannak a playerek is. Hát gondolom csak meg lehet ölni a másik playert, nem? Hát ha nem lehetne, akkor az... Akkor nem hiszem, hogy sokan wishlistelték volna a játékot, nem srácok? Hát így köszi szépen az 53 hónapot. Ez még ilyen biztonságos hely. Itt tudunk saját házat építeni, fejleszteni és berendezéseket vásárolni. Szóval ez az én kis placom, itt legalább már fluid a játék. Na hát egy sátorral fogunk kezdeni. Furák ezek az árazások. Van ami nulla, ugye amivel kezdünk, de azt pont nem látjátok, de hogy nulla volt a sátor. Van 1.600.000 és 2.000.000. És a különbség, hogy ez 84 storage, az 102, az pedig 120. Szaggat a játék? Az előbb, ahol voltunk ott a középiskolában, Woodbury-be ott egy kicsit volt baj, de amúgy szerintem nem annyira. PV, PVE, online MMO. Tessék, lerakunk egy ilyet is. Ez ingyen van. És még egy rádió is kell.
Én ezt ide rakom így, mit szóltak. Én így szeretem hallgatni a rádiót. Fú. Na, mit kell még? Lámpa? Na, kész. Kész is van, srácok. Mit szóltok? Jó lett? Hát ennél már csak akkor lehet volna jobb, hogyha ezt az egészet rárakjuk az ágyra. Jó. Hát elvileg meg vagyunk. Annyit még azért csinálok. Ezt itt megnézzük. Aha. Our guys take you back to Woodbury now. And then you can do whatever your heart desires. That's all for me. Well, I hope we'll see you again often. Take care. Eddig lehet befutni. Kíváncsi voltam, srácok. A víz nem nagyon érzi, hogy én amúgy így abba futok. Mi volt ez? Valaki csettintett, hogy ilyen sötét lett? Az komoly. Így lesz sötét vajon a játékba is? Mármint, hogy így... Amikor így ott vagyunk. Nagyon durván megváltozott ez a föld, srácok, így a pandémia után. Ha nem lett volna az első trailer videó, akkor most nem lenne csalódás. Hát de valahogy el kellett érni, hogy sokan tegyék a wishlistre. Annyit csobbantál, hogy hirtelen besötétedett. Jó. Szóval azt mondja, hogy menjünk Abbeyhez. You're back. It's great that Chris managed to call you here before you head into the city. And I saw your meager equipment and thought, you've just recovered from an injury. I can't let you go out like this. Nem engedheted minket csak így ki. So I've asked Chris to let me give you a little financial aid from Woodbury. Financial aid, egy kis pénz, srácok. This is enough money to buy another weapon from Eddard, along with ammunition. And I suggest you put what's left in the storage, just in case. Van open world része, de nyilván az már a PvP, PvE része a játéknak, ez meg ilyen lobby kvázi. No need to thank me. The best thing you can do for us in return is to work with us to rebuild our community. You've probably already received some tasks from the Woodbury residents on your tablet, so don't forget to check them out. And thanks in advance for your help. Ah, shit. Just take care of yourself and come back alive. And the rest doesn't matter, okay? Cuz so that's great. So do you want to open the storage room or nem. Do you want to talk about something else? Nagyon jó vagyok én így, köszi szépen. Szóval ezzel a játékkal az volt a gond még így a megjelenés előtt, hogy egyrészt kicsit füllentettek. Kicsit füllentettek az első trailerbe, hogy gameplay. Aztán furán kommunikálták, amikor kétes szituációba kerültek. Többször is. Ez kicsoda szerintetek? Miért mutatnak szerintetek egy random karaktert itt a töltőképernyőn? Hmm.
Fortune City. Most már mehet a felfedezés. Értékes cuccokat kell keresni, amit eladhatunk. Jó. Kerüljük el a fertőzötteket, illetve a többi túlélőt, mert fenyegetést jelentetnek ránk. A legértékesebb cuccokat tegyük a protektív kézbe. Jó. Ha találtál elég értékes itemet, akkor menj az evakuációs ponthoz, hogy visszatérj Woodbury-be. Nagyon jó. De ez csak multi? Ez full multi, srácok. PvP, PvE. Gondolom most tök máshol rakott le amúgy engem, mint a legtöbb playert. Van 70 golyó. Jó, tehát ide nem lehet lemenni. Oda se lehet bemenni. Vajon ott már be lehet menni? Mindjárt nézzünk térképet. Hát én itt nem látok semmit. 40 euró aha, a játék. Aha, szóval, hogy itt be kell írni a kódot. Hát itt nincs semmi. Jó, hát ide kell valami kód. Amúgy itt kéne megnézni a térképet, srácok. Ez most így ennyi. Na, meg kéne nézni azt a stadiont. A kombinációt kell kitalálni a kopott számokból. Szerintem már mindegy. Már nem tudom megnyomkodni. Messzire elhaladszik, igen. Lehet, hogy amúgy így jelzik azt, hogy amúgy ez egy hangos riasztó. Nem? Eddig nem látok más playert. Oh, hát ez egy nagyon értékes dolog. Végre az első loot, srácok. Már mehetünk is ki, nem? Kilő? Hát szerintem playerek amúgy. Próbálok óvatosan menni, nehogy az legyen, hogy bejövök, azt elbukom a cuccot, aztán mehetek be fegyver nélkül a következőre. Autókat is lehet elvileg lootolni, igen.
most itt átfutunk. Na. Nézzük. Azt mondtátok, kopott gombok. Nem nyert. A kettő jó volt amúgy, szerintetek? Aha, a nyolc jó volt szerintem. Lehet törölni? Nem lehet törölni. Ennyi lehetőség van. Ez PVE? De hogy PVE? Azt a rohadt. Méri angos. Jézus. Amúgy tényleg bágos a hang. Vagy... Hát az is elkezdett riasztani. Nincs is ott senki. Hol a PVE, hol a PVP? Hát valahol puffogtatnak. Ott kialudtak a fények. Na nézzük. Ez itt már a Dark Zone. Most be fogunk menni a Dark Zone-ba. Nem. Hát, hogy lehet lootolni az autókat? Nem látok semmilyen gombot. Hopp, ott van valami. Aha. Uff. Nagyon durva. Aha, szóval itt így kell lootolni az autókat. Hát ebben nem volt semmi. Szerintem ott vannak, abba az irányba. Hopp, na! Ez valami big loot. Akár azt is lehet mondani. Jaj, ez, srácok, ez jó lesz. Jó lesz. Úgy néz ki, hogy itt nagyon sok ilyen bolt van. Na majd most sikeresek leszünk. 9. 8, 3, 2. Hát itt valószínűleg semmi nem volt jó. A 2 és a 8 az jó volt. Hoho! Hoho! Na és most amúgy mi van? Ja, ott oda lehet Big First Aid Kit, hát ezt be se kellett volna hozni, srácok. Ez az a cucc, ami nem fog elveszni. Most nem fog a fülembe sípolni? Ennyi? Ez ennyi volt? Ez ennyi volt? Ez most jó szerintetek? Ez a 39 dollár? Legalább most már tudjuk, hogy hogy működik a riasztó. Ez pont a játékára.
Jaj, srácok. Na jó, de az a durva, hogy most már fertőzötteket se látunk. Rossz fele megyek amúgy? Nekünk szól, srácok. Ó, oda jöttünk, ahol ez a stadion van. Ázsiai szerver. Ázsiai szerver, srácok. Hoho! Nem lehet szekkelni? Jó van, nem baj. Aha, igen, igen, ez most az early access a játéknak. Hát, amúgy az kicsit zavar, hogy most még így nem ismerjük fel, hogy mi az, amit lootolni kéne. Mindjárt nézem amúgy, hogy hol vagyunk és hogy hova lehetne menni. Ez mi volt? Na. Várj egy kicsit tárazok. Ez open world, aha. Most már értitek, hogy miért lövöldöznek ennyit, srácok? Hogy ezeket ki lehet lootolni szerintetek? Az előzőt nem lootoltuk ki. De megpróbálok meg egy EU szervert? Hát... EU szerveren is ennyi lövés kell ezekben. Most annyi egy... fél másodpercek később hal meg, ez max PvP-be lesz gond. Hát ha kijutunk, megnézhetünk amúgy egy... Megnézhetünk, srácok, egy izé-szervert. Ja, ezt nem lehet odarakni. És mi a magyarázat erre? Nincs. Az EU-szerverek tele vannak teljesen. Nincs már lőszerünk, srácok. Most akkor mi van? Hát, hogy így most ellőttük a 60 lőszert. 60 lőszerből ellőttünk 40-et, abból 30-at egy zombira. Most mi van? $1. Amúgy ezt tegyük már be ide. Van-e elfogadva a task? Mindjárt nézem. Hoho! Hoho! Küld nekünk listát. Batterit kell találni. Tessék. Track.
Aha, na azt mondja, hogy a Citizen Bank Supercharge-hoz kell menni. Jó, amúgy ott voltunk mellette. Ki kell menni? Már most. Tehát most jöttünk be. Szóval balra kell majd menni. Nézzünk playereket, srácok. Jaj, ne. Az valami ideges zombi hang. Az egy ideges zombi hang volt, srácok. Na, jó lenne amúgy más playert is nézni. De ott pont volt egy ideges zombi. Itt is van egy zombi. Nem nagyon van. Pedig itt lőnek mellettem. Össze lehet hajtogatni a pulcsit. Hát ezeken nem lehet semmit se csinálni. Komoly lótok. Ezek hangulathangok? Csak nem. Csak nem, srácok. Látok, nézem kell egy térképet. Aha, arra kell menjünk. Ebből is jöhetne egy Lego mód. Na nézzük, amúgy szerintem valahol itt kezdtünk. Na azt nézzétek, ez 25 dollárt ér. Micsoda hűtők. Aha, hát ez nem az a hely. Itt még tovább kell menjünk. 19 golyó. Össze kell rakni egy PC-t? Én nem tudom, lehet, hogy lesz bitcoin bányászgépünk. Szóval nem vágom, hogy hogy fogunk zombit ölni. Vagy playert. Hamarosan. Így van, mint a Tarkovban. Mennek a bányászatok. Ez Game of the Year? Igen, igen. Láttam, lehet itt lootolni az újságos tartót. Na az. Drága kulcstartó. Most már nincs lövés hang, most már csak csipogás van, srácok. Ezzel kell beérjük. Meg sziréna is van.
Mit gondolunk erről a játékról? Hát, egyelőre azon kívül, hogy saját házat lehet építeni egy külön területen, azon kívül így nem látom, hogy így most így ez a játék mibe ad többet, mondjuk, mint egy Division. Például. Oda nézzetek, csoki, csokesz. Ott valamit lehetne csinálni, csak nem nyíli, tehát hogy nem dobja fel a lehetőséget. Jó, tehát itt most balra, és akkor ott lesz a bank. Na, majd elhallgat a riasztó. Nem tudok vele mit csinálni. Sajnos. Aha, ez lesz az a hely. Az a helyzet, hogy ott volt például a Division-nek a survival módja. Azt az emberek már egy idő után nem játszottak vele. Nem lehetett már meccset találni. Karaktert át lehet vinni másik szervezetre? Szerintem át lehet. Hoho, lovas figura. A lovas figura többet ér, mint ez a pénz itt. Meg nem lehet lősze... Vég. Ezt össze lehet csukni? Most mit csináltam? Ja, beraktam. Most mit csináltam? Jó, utána jobb klikket. Mit gondolok eddig a játékról? Ja, ott van. Azt akartam megnézni, hogy mit lehet ezzel csinálni. Aha, felvettem. És találtam egy Heavy Assault Body Armort. Na, ez már upgrade. Viszont szerintem súlyban most már le vagyunk terhelve. Ez neked már refund lenne? Hát még nem látunk belőle olyan sokat, srácok. Na, ezért jöttünk, elvileg. Ezért az 5 dolláros cuccér, meg ezért a jóganaci. Nem, az csak a gratis. Hogy például nem lehet vaultolni, tehát... Olyan nincs, hogy ezután jobb lesz. Most le vagyunk terhelve. Azt kéne megnézni, hogy a másik fegyver ez pontosan ugyanezt a lőszert használja. De legalább abban több a lőszer. És ez. Behúz, ezt nem azt használja. Olyan furák a hangok, srácok. Mint hogyha nem onnan jönnének a zombi hangok. A riasztó is olyan fura helyről jön. Szerintem a hangok azok így nincs. Jézusom, ott ketten is vannak. Ha nem hárman. Szóval a hangok azok nagyon nincsenek rendben. Véleményem szerint.
556. Aha, azt jól gondoltam, hogy ehhez lesz. Srácok, fat loot. Lett lőszerünk 556-os. Oda nézzetek, hát itt ilyet is lehet csinálni. Workbench-et mondjuk még nem találtunk. Szerintetek nála volt valami értékes? Hát a sokadik póló. Nem akarom elhozni a sokadik pólót. Amúgy hány póló volt ezen a zombin, figyeltétek? Szóval elvileg itt kell keresünk valami itemet. Szuper biztos poziba megálltam a GPS megnézni. Olyan, mintha lagol. Igen, mert ázsiai régióban vagyunk, mert hát a EU szerverek azok nem bírták. Aha. Aha. Wood coin. Tessék. Tetszik, hogy a Wood coin érték. Ez amúgy az érték? Igen, ez az érték. Gondolom az a 100. Ezért tele vagyunk, szóval szerintem ki kéne menni, mert amúgy lassan szomjas is leszek. Itt van valaki. Munkásen nézett ki. Na jó van, húzunk innen el, srácok. Valaki itt járkál, hát hallom a hangot, hallom, hogy trappol, de nem látok semmit. Táska nélküli kiárat van közel hozzánk. Ó, iszunk egy ilyet. Thank you.
Ott van. Tedd már rá. Látjátok? Player. Ez bot lehet? Nagyon nyomja a falat. Easy. Na hát, vérzünk, low HP. És még egy player. Nem tudom, hogy el tudom-e rakni amúgy a táskát, az a helyzet. Majd nézhetjük, tessék. Nincs lőszer? Na, ahhoz meg már van. Törött a kar. Azt nem tudom, srácok. Ja, nem tudjuk rárakni, persze, hát workbench kell hozzá. Ki kéne menni, igen, csak az a gond, srácok, hogy az ott nem jó kijárat. Tehát az olyan kijárat, ahol nem tudom használni a táskát. Mint a tarkóban. És nem tudom, hogy ki lehet-e zoomolni. Az eltörött kézzel biztos lehet valamit kezdeni. Amúgy megpróbálok arra menni. Ugye? Arra kéne? Jó, hát eddig jók vagyunk, srác. Ó. 30 HP, 5 charge-os. Most látom, hogy 40 HP van. És ez mit csinál? 30 HP. Jó. Lehet-e többen nyomni partiban? Nem tudom, nem láttam rá lehetőséget egyelőre. A vidlótolt egy RTX 3090-et. Nagyon nincsen staminám, az a gond, srácok. Kéne egy workbench, és akkor tudnám használni a scope-ot. De hát nem tudom, hogy hol találhatunk olyat. Wolf E-Hunter, te bejutottál? Bárki be tud jutni. Csak nem biztos, hogy
neki jó régióra. De jó. De jó. Nem lesz lőszerem. Most már kimennék amúgy szívesen. Ázsiai szerveren én vagyok az Isten? Ezt nem lehet így összerakni? Ja, az annyi helyet foglal? Édes Istenem. El. Igen, ez egy haberő volt. Hú, basszus, most nézem, mennyi HP-n van. Ja, van még egy pólom. Kösz, hogy szóltatok. Hülye póló. Kell a fenének. Amúgy király lett volna, hogyha izé free-be ki lehet próbálni. Ilyen open beta jellegűen. Na hát egy vízszűrő. Na, ott van! Ott a kijárat! Arra kell menni? Oké. Okay. Nincs vault, édes Istenem. Nincs stamina, nincs vault. Mi a véleményem róla? Jó kis koncepció. Jó kis koncepció, ez a PvE, PvP Extraction Game dolog, amúgy. Nyilván nem olyan a játék, mint amilyen az első trailerében. De... És azon kívül, hogy például, hogyha most így a Division Survival módjához hasonlítanám, ahol így figyelni kellett a hőmérsékletre, ilyenek. Nem tudom, hogy ez most így. Azon kívül, hogy újabb játék, mibe fogja megváltani az egészet. Szóval kíváncsi vagyok. Amúgy én élem ezt a stílust. Én nagyon sokáig nyomtam a Tarkovot is. Itt is lesznek exit camperek, mint a Tarkovban? Simán. Szerintem simán. Lehet, hogy még nem az elején, mert hogy ugye még... izé... Nem megy annyi ideje a game. De persze. Oké, ott lesz. Tuti biztos, hogy lesznek exit camperek, srácok.
Ott lesz a kijárat. Mi a lényege? Bemész egy open world területre, lootarsz értékes dolgokat, próbálsz nem meghalni a fertőzöttektől, és kijönni. Közben találkozhatsz playerekkel is, akiket megölhetsz, ha akarsz, ahogy fertőzötteket is, hogyha gondolod, megölhetsz. Ez a madárcsiság is jobb, mint a riasztó, így van. Azt nézzétek. Ullevax, most ne arra, hogy nem tudok ezzel foglalkozni, hogy Cyberpunk Mizu. Stay still. Sorry, visszaolvasom majd. Hát nyilván ilyen megjelenési problémákkal küszködik, hogy hogy így beteltek a szerverek, meg ilyenek. A Vigort nem vágom, srácok. Oh, there you are. I was getting worried. Rögtön a storage-hoz jöttünk, töltődik a staminánk is, gondolom én, meg a izém is. Nak van erről kopizott? Nem, de ez egy más. Hát nyilván az is egy túlélős játék, szóval így hasonló. Ja, amúgy hasonló egyébként, igen. Megéri az árát, hát ezt még nem tudom, srácok. Nem tudom, még keveset láttam, úgy gondolom. Na hát, több pénzünk lett, meg kiosztunk egy ilyen batterit, amit lehet, hogy kellett, lehet, hogy nem. Meg elfogyott a lőszerünk, azt hiszem. Hát nem tudom. Jobb helyeket kell keressünk. Azt nem vágom, hogy így... Most... Hogy kell kezelni az itemeket? Ezt a first aid kitet miért nem tudom abba rakni? Ready. If you need anything else. See you again. Na, adjuk a cuccost. Szerintem amúgy maradunk az ázsiai régióba, itt Inazsba tudjuk tenni a nubzokat. Sikerélmény, meg ilyenek. Itt ez jól működik. Na hát, valaki itt kidobott nekünk valamit. Nézzük csak. Ez mikor régém? Hát ma jelent meg, 2021-ben meg a trailer. Új, lehet, hogy hack. Ebbe hack volt. Az igen, itt a pucér arcok itt nézelődnek. Szerintem én nézek itt a lobbyba legjobban. Szia Riri. Üdv mindenkinek, srácok. Hogy tetszik a game? Meddig jó kis túlélős game. Mondom, nyilván nem olyan, mint amilyen az első trailerben, de amúgy így túlélősnek. Csak hogy így nem tudom, mi beemelkedik, kiértitek. Hát ilyen Tarkov Division-nek a survival módja. A DayZ-t nem vágom sajna, úgyhogy azzal kapcsolatban nem tudok mit mondani. Molot Hunter, ugye ezzel kezdtünk. Amúgy nem is figyeltem, hogy 504-be kerül a javítás. De például hol látszódik az, hogy mennyire használt a fegyver? Szerintem... Ja, ott van 100, aha, látom. 84, tehát a 100-ból 84, az meg 87, 90, oké. Okay. Szerintetek ebben a hátizsákban van valami? Na majd mindjárt megnézzük. Van itt shoti is. Szerintem lehet járkálni a szerverek között. Lehet járkálni. Jó, szerintem a lőszer olcsó az alapján, hogy ez itt kettő. Úgyhogy veszünk lőszert egy köteggel, és akkor úgy be tudunk majd menni. Most így, amúgy nem tudom, most így eltegyük a kajákat?
Nem teljesen így képzeltem el, annyira jó lett volna egy Daisy alternatíva. Na, mert egy Daisy miben nyújtana többet? Mi az, amit hiányoltak a játékból? 1200-as karkötő. Ezeket... Hát ez amúgy tényleg expenzív. Szerintem ne adjál még semmit, amíg nem tudod mire való, szerintem pakold le. Aha, ja, ja, amúgy az kéne tényleg. Az kéne. Annyi, hogy lőszert az biztos, hogy kell vegyünk. Mi? Ja, 86-ért eladtuk és 99-be kerül, hát ez mondjuk várató volt. Azt kell megnézzük, hogy az 556-os, az a világos kék, igaz? Nem, az a 762. Amúgy ez jó fegyver volt, ez a Derpov. Bár amúgy a Buffalo Rifle is nagyon tetszett, ami amúgy az M4. Szóval 556, az melyik? 762. Ó, na és itt is vannak különféle lőszerek, mint a Tarkovban. Van armor piercinges lövedék. Aha, tehát vannak különféle lövedékek. Ja, szóval ez 556, és akkor ilyen kell. Nincs semmi közelharci fegyver. Legkisebb fegyver is a maxos player 2 lövés, a leggyengébb zombi 10 fejlövés, a legerősebb fegyverrel is 5-6 lövés fejbe egy zombi. Ha meghalsz 500 pénzzel kezdesz, bemész 3 zombi után, elfogy a lőszered. Hát nekem nagy csalódás. Aha. Hát nyilván ezeket a kezdő dolgokat még balanszolják. Meg hát ugye a Tarkovban ezért van kitalálva a scav. Hogy így, hogyha meghalsz, elvesztesz valamit, akkor is tudsz menni scavvel. Na Mizu, már a harmadik live-ba jövök, mert mindenki szidja és refoundolja. Nem tudom. Mármint, hogy így... Szerintem ez olyan game, amit a legutóbbi trailerből lehetett látni, és nem olyan, amit az elsőben mutattak. 1300 amúgy egy gránát. Ilyet kéne vegyünk. Aha. Jó, pénzt kell magamhoz vennem, és akkor utána tudunk venni mindent, meg eltesszük a cuccokat, amiket lootaltam. Igazából full vigor. Na jól van, meg kell nézni. Meg kell majd nézni, hogy mi ez a vigor. Ez olyan, mint a Tarkov? Hasonló, ha? Hát most itt a PvP nem lesz valami izgalmas, srácok, ilyen izével. Ezen az ázsiai szervere. Nem tudom, hogy két fegyver maradjon el. Mindenféleképpen ezt a szkópot fel akarom tenni. Csak Xboxon van a vigor? Na bakker, hát akkor az offos. De hogy így, ha oda húzom, akkor miért más... Jó, hát akkor amúgy tök mindegy, hogy hova húzom. Tehát az 30-at tölt 5-ször, az meg 30-at tölt 3-szor. Nintendo-ra is van és PS-re is van. Ó, hát gondolom nem lehet PSN-egér billentyűzetet használni, úgyhogy... Sajna az úgy kimarad. Most meg működik az oda húzás? Ja. Csak innen tudjuk jó helyre húzni, a backpackből nem tudjuk jó helyre húzni. Ha ezt ide behúzom, mi történik? Semmi. Ha ezt behúzom ide, semmi nem történik. Hogy tudom megnézni, hogy ebben mi van? Vagy ebben nincs semmi? Hát, hogy egy időn belül ki kell jönni, az egy nagyon jó kérdés, mert hogy... Igazából azért jöttem ki, mert el volt törve a kezem, meg kezdett nagyon szomjas lenni a karakter, meg már volt nálam elég cucc. De hogy volt-e valami timer?
Azt most így nem tudom megmondani. De nem tudom levenni. Nem tudom levenni ezt, srácok. Behúznám ide, de nem engedi. Nem engedi. Ja, hogy ki kell belőle pakolni. Jó van. Ó, köszi, tényleg. Na hát ez full üres. Jó, hát akkor legalább van egy táskánk. És akkor ez 556, amit amúgy pont vennünk kell, és akkor a scope-ot azt mondjam, megpróbálom felrakni. Mennyire szar egy 10-es skálán? See you again. Hát nem tudom, srácoknak azt a rohadt a srác, hogy fel van öltözve. Na hát ő mondjuk egy, ő vele nem akarok egy lobbyba kerülni. Hát nem tudom, srácok. Így ahhoz képest, hogy így tehát hogy nem találtuk meg a szervert, illetve kiestünk a pályáról. Basszus, nem hoztam pénzt. Until we meet again. Milyen eddig a game? Hát egy early access game, ez képest szerintem így okés. Hey, good luck to you. Hey there, do you need something? The storage room is at your service. Na nézzük. Eszünk egy kis ilyet, meg egy kis olyat. És akkor most így megveszük a mindent is. Come again. See you again. Hát, hogyha mondjuk választanom kéne, hogy mivel akarok játszani. Ilyen extraction shooter, akkor előbb választom a Tarkovot jelenleg, mint ezt. De hát ezt még nem is ismerem annyira. Meg hát a Tarkovban hány év fejlesztés van. Meg előbb választanám a ehelyett azt a survival-t. Csak hát azzal már nem játszik senki, ezzel meg igen. Ilyen ez olyan játék lesz, mint a Forza Motorsport, stream végén elmondja, hogy nem rossz, de az életben nem veszi elő többet. Hát egy csomó játékot meg akarok nektek mutatni, hát most mutathatnék nektek egy játékot, heteken át, de hát ez kit érdekel, érted? Mutathatnám a Forza Sportot. Na azt mondja, hogy kell nekünk 556. Na. Ez már döfi. Be lehet írni számot, nem? You have returned. Lehet. Így, na. Ebbe 5 év van. Hát... Ez bármit jelenthet. Ez bármit jelenthet. Lehet, hogy egy Baldur's Gate 3-ba is 5 év van. See you, buddy. Optimalizálás milyen? Hát azt nem tudom. Fut a gépemen jól. Azt tudom mondani. Nem rossz az FPS, az már más kérdés, hogy low grafikán amúgy milyen lehet. Most kéne modolnunk. Valaki emlékszik arra, hogy hol kell. Nem emlékszem, hogy hol kell modolni, basszus. Hát itt ki kell menni. Hey, take care. ezeren nézik az ember. Hát meg kíváncsiak, hogy milyen lett. Meg tudom érteni. Hey,
Nekem ez a max grafika amúgy, srácok. Viszont az a helyzet, hogy rohadtul eltévedtem. Ez a max grafika DLSS meg ilyen képfeljavító nélkül. Workshop le? Ah, fú. Hogy tetszik a game? Hát nem érzem annyira kiemelkedőnek, de nem ótvar. Szóval, hogy ilyen mid game nekem, perpil. Hát... Azt most amúgy mi van? Most amúgy mi van? Szereztem egy scope-ot, de nem tudom felrakni. Most erről a scope-ról lehet tudni valamit? Nem minden fegyverre teszed. Aha. És honnan lehet tudni, hogy erre mit lehet föltenni? Mert ha odaírna, hogy mivel kompatibilis, az például segítene. Jó van, akkor másik fegyverre játszunk. Szerintem a legutolsó trailerhez képest amúgy így olyan. Amúgy igazából tök jó, de megnézném, tehát azért most már modolnék. Most már amúgy modolnék fegyvert, tehát hogyha már így ebbe belekezdtünk, tehát ezt nem úgy, hogy ráhúzom, hanem hogy így... Annak a fegyvernek az Iron Sight egy fogantyú, Daisy-be például le lehet fűrészelni. Hát jó, csak itt nem dobott fel semmi opciót. Nem dobott fel semmilyen opciót. Hogy lehet ilyen rossz a memóriám? Ott van. Rosszat fogok a kezembe. Ja, így próbáltam megnézni, hogy mit lehet azzal csinálni amúgy. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó, srácok. Itt lehetne stockot cserélni, handguardot. Annyi, hogy taktikál gripet még lehet, hogy érdemes lenne venni rá. Mit gondoltok? Hol is van a fegyveres? Weapons, ammunition, armor. Hogy oldottam meg, hogy ne legyen connection failed? Ázsiai szerverre mentem, srácok. Don't hesitate. Pick what you like. Valószínűleg azért volt szürkén a site, mert hogy arra nem lehet rakni. Ez vagyok szomorú. Nézzétek, csak ez olyan cucc, ami odavaló, csak ez gagyibb. 30-as tár. Mi a különbség vajon? Ja, hogy az nagyobb. A miénk 60-as. A srácnak military helmetje volt, azt látta. a srácnak 96-os tatyója volt, és volt rajta egy military helmet. Azt a rohadt. Ez hanyas? 3-as. Ja, csak nehéz. Mindegy, azért jó. Vektor nagyot mehet. Nézzétek csak nekem milyen van, ami 15 000-be kerül. Ez ilyen top cucc, csak rohadt nehéz. Tehát ott van, hogy 45-öt bírunk, azt amúgy 25 a body armor. Oké. Okay. Hát akkor nem. Fire rate fullos. Ja, amúgy pont azon gondolkodtam, hogy amúgy kéne ilyen... hogy hívják ott csinálni? Kondizást. Na, például ez most jó lesz a fegyverre szerintetek? Mert hogy így nem látom, hogy mivel lenne kompatibilis. Nem lehet megnézni. A modus fellowship expands.
Praise the sun. See you, buddy. Köszi szépen amúgy a 17 hónapot, és nagyon szépen köszönöm az ajándékot is. Köszi a támogatást. Ja, mindjárt megnézzük ezt a kondit. Aha, nézzétek csak, működik. És ez még jobb, amúgy. Ja, hát mindjárt megnézzük. Itt ezt nem lehet megnézni? Ah, ja, ott van, Stability 15. Elrakom a másik fegyvert. Megnézzük a kondit. És bemegyünk, jó? Want to store some items in the storage? It's secure here. Lőszer még kell. A lőszert majdnem elfelejtettem, srácok. Jól látom, hogy amúgy az a gond, így gondoltam elrendezem a fegyvereket, hogy így alul legyenek, de amúgy tök mindegy, mert átrendezi. Ott letesszük, és akkor kell vennünk még lőszert, és akkor jók vagyunk. Elteszem a... Szerintem a kondizáshoz nem kell pénz. Wow! Samurai egy kicsit komoly. Megint beállítoljam a Scudba, Samurait? Ő lehet, hogy egy bábú. Így kell, látjátok? Ide jövök, invite to squad. Ugyanazon a szerveren kell lenni, és már lehet is együtt csapatni. A futógép pénzért van? Most szórakoztok meg. Jó van, akkor... Hol van? Guns and Amos. Meddig lehet korai hozzáférésre játszani? Fú, nem olvastam el, hogy a Steam-en mit írnak ezzel kapcsolatban. Általában egy játék egy évig szokott early-be lenni, valamikor nem. Valamikor tovább. Ő egy fertőzött? Na most már akkor tudjuk, hogy hogy kell felismerni a fertőzötteket. Ja, nézzétek csak. 262-es ammo 5-be kerül, az armor piercinges 59. Ja, biztos, hogy nem. Jó van az úgy. Na ő tuti kondizom. Nem ennyi lőszerrel fogunk bemenni, srácok. Bár amúgy lehet, hogy ennyivel kéne. Akkor biztos nem kell azon aggódni, hogy mit lootolunk. Elteszem a pénzt. Jó, amúgy nem teszem el a pénzt. Kondi. Hol kell kondizni? Ez? Hát ez valami AK lesz amúgy szerintem. Valaki tudja, hogy hol van a kondi? Ja, Deprof 12, de ez ilyen fantázia név, nem? Hopp! Itt van Samurai! Köszi Díkoly a támogatásodat! GPS nem mutatja? Ez valami furát mutat. Köszi szépen, Díkoly, hogy a Prime-odat rám használtad. Na, mehet. Aha! Szóval az a staminát tölti vissza, tényleg? Misi! Köszi szépen! Nagyon szépen köszönöm, hogy te is elhasználtad rám a Prime-ot. Szóval ilyet kell csinálni amúgy, srácok. Kijöttök egy, hát nem tudom, hogy kell mondani itt, raidről, én úgy mondom, hogy raidről, mint a Tarkovban, kijössz egy raidről, és utána mehet a kondi. Amúgy nem tudom. Gondolom idővel ez majd nem fog kelleni, vagy nem fog ennyi kelleni, nem tudom. Vannak ilyen skillek például, hogy így... Hogy így nem kell majd annyit kondizni. Ha most gondolj vele minden raid után eljönni ide, hát akkor inkább nyomod a
Ideiglenesen megnőtt a staminánk. Amúgy ennyi van. Ennyi van. Statisztika. Na tessék. Vannak skillek, igen, mert hát az alapján választottunk karakter, de hogy például hogyan tudunk gyorsabban pisztolyt újra tölteni. Szevasz, Drifter. Ez most egy tükör akar lenni, vagy ez most mi? Ez most itt micsoda? Ez egy tükör. Beszarás, srácok, ez egy tükör. Hol van? Ja, és ott a csávó amúgy, tényleg. De ez hogy? Ez hogy lehet ilyen rossz, srácok? Tehát, hogy amúgy itt a csávó. Ő az, aki ott van. De várjál. Ott a nyújtópad benne. Ez hogy? Amúgy én ezt nem is tudom, hogy ilyet hogy lehet csinálni. Tehát, hogy konkrétan minden perspektívából ugyanazt látod, ami ott van. Ez nagyon durva. Ne szívass meg, hogy Unreal Engine 5-ben nem lehet megcsinálni azt, hogy legyen tükör. Srácok. Azért egy tükör egy Unreal Engine 5-ben szerintem nem olyan bonyolult. Senki nem jött le a gyúrós terembe a fejlesztők közül, hogy ezt megnéz. Ez Unreal Engine 5. Nem látod? Hát Samurai mutatja, hogy ott bizony az az orr. Látod, még hogyha így fel van skálázva, akkor is amúgy jól néz ki. Na, let's go! Mit kell? Amúgy nem kellett pénz, srácok, a kondihoz. Átvertetek. Valakinek itt van a GPS-e, kidobta. Ja, ingyenes Unreal Engine-edbe ott nincs tükröződés. Wanna store some items in the storage? For you, there will always be a place in the storage room. Na. Nem tudom, hogy elég lesz-e 4 heal. Én beviszem még ezt. Meg viszünk be egy kis kaját, meg piát. Ennyi. Great. See you again. A futógéphez már kell a pénz? Na, majd azt akkor megnézzük. Jó. Jó. Szerintem jó lesz. Vagy nézzük meg először a kecónkat. Tudunk-e valamit venni? Ilyen Duracell jellegű amúgy. Amúgy nagyon király, hogy az egyik legdurvább armort sikerült megszerezni. Szerintetek most itt mit tudunk csinálni? Building mode. Van valami garázs gomb is. Ja, nincs nálam pénz. Aha, lehetne szépen például. Jó. Lehetok csak? Volt valami olcsó dolog? 50 pénzért volt a fekpad? Komolyan? Akkor csak nem vettem észre, hogy használtunk. De várjál, leraktam a rádiót dísznek. Ott van valami szép. Garázs, mindjárt megnézzük. Ide behívhat... Ó, itt is hozzáférünk. De ez az ágy, ez nem is kell. Nem tudom, hogy ide be lehet-e hívni társat. Lehet szerintem, hogyha már a
a lobbyba összehívtad, akkor lehet, hogy ide már be tudod hívni. Most ez micsoda? Ez most mi? Ezt most nem értem. Miért lehet venni kocsit? Miért lehet venni ebbe a játékba kocsit? Ti ezt értitek? Itt lehet driftelgetni egy kicsit? Itt vehetem meg őt. És ez miért jó? Miért lehet autót venni? Nehogy azt mondjátok, hogy ezt be lehet vinni a izébe, a raidre. Trailerben is van, hogy közlekedsz. Van olyan kocsi szerintetek bent, amit így tudunk használni, hogy ne kelljen 1,5 milliót költeni? Slackers. Let's make this day count. All right, the first rule is cardio. Now I get it. I gotta say, today was a good day. What can I say? They see me rolling, they hate. No sweat, just a quick trip to the trader and we're golden. Well, not a bad day, huh? Ennek mi értelme? Ennek a voice communicationnak? Another day in paradise, ain't it? Let's make it count. Tehát, hogy van egy gomb, egyetlen egy gomb, amit meg tudsz nyomni, és random mond valamit a karakter. Na, ez amúgy ott van. Hát jó, de... Itt van valami? Semmit nem mutat. Megnézzük ezt a kapitálbankot, jó? Jó, de a Tarkovban vicces, amikor azt mondja, hogy hoppacski! Van taskunk, vagy még fogadjunk el? Így elbújok. Jé. Na, hát ez csodálatos. Kezdődik. Most miért nyomta ki? Ja, hogy walkie-talkie kell neki. Neki meg gitár. Gitár kápo és gitár tutorial. Na nézzük. Ez amúgy tetszik. És ez nincs is messze tőlünk. Neked is sok kellett a zozogba. Az mit jelent? Milyen eddig a játék? Jó kis túlélős. De így nem érzem kiemelkedőnek. Nem vágom, hogy miért hyped a game. Szegény mosógép. Ja, hogy zozók, mint zombi. Bocs, nem vágtam. Ja, hát egy olyan 4-5. De mindenkinek annyi kell. Ezek ilyen amerikai mosógépek, srácok, ott ilyen nagyok vannak. Amerikában nagyobbak az emberek, tehát többet kell mosni.
egy zombi. Az a gond, hogy pont ott leveldeznek. Ja, akkor nekem szerintetek csak a izé miatt kellett sok lövés a kis zombiba? Amiatt, hogy Ázsia. It fills you with determination. Ha, Vika, köszi szépen neked is a támogatást. Köszi szépen, srácok, hogy ennyien elnyomjátok a Prime-otokat rám. Köszi szépen. Az a gond, hogy ilyen... Kicsit amúgy akadozik. Gitárt való itt fogunk találni. Feltűnően sok a Prime. Amíg nem spanyol, addig nincs gond. Spanyolok voltatok, srácok? Itt van kuk... Ja, ez tűzoltó. Azt hittem kukás autó. Ilyen félszekkel később érzékeli, amúgy. Vannak zombik egyébként. Na nézzük. Egy. Ja, amúgy hülyeséget nyomtam, édes Istenem. Egyik se jó. A 8-as jó volt, az a gond, hogy utolsó lehetőség. Szíves. Csak nem lesz baj. Aha, gyanúsan spanyolul beszéltek, srácok. A chaten. Ez már egy spanyol stream. Láttátok, hogy beakadt? Igen, igen, azért érzékeli egy... Szerintem egy fél vagy egy másodperccel később érzékeli az ázsiai szerverek miatt a hitet. De hogy attól még kell lövés a zombikba. Ez most mi volt? Nem tudom, hogy hol találhatunk... Hol találhatunk... gitárt. Mi a baj a spanyol Prime-mal? Nem tudom, baj van vele, srácok? Chrissy üzenget, hogy tényleg kéne már a help haver. Az EU szervereken is később érzékelte ennyivel a hitet. Lehet, hogy azok is Ázsiában vannak, csak azzal ráírva, hogy EU. Srácok, zombi? Zombi? Előttünk zombi? Hoppá.
híres Jackie hozó zombik. Ha van ötletetek amúgy, hogy hol találhatunk gitárt, kápót és tutoriált? Itt lesz. Hát amúgy szép álom volt. Majd ott lesz. You have returned. Mint cucc. Várjál már. Ott van valami. Akusztív motív, az lehet, hogy lejjebb van. Na nézzük csak. Akusztív motív, valami ilyesmit kéne keressünk. Ti láttatok valami? Ureska vagy mi a manó? BMC stúdió. Most kapcsolta be valaki előttünk a riasztót szerintem. Vagy... hát én nem tudom. Na ez már itt egy farmaci, ez már nem jó. Lehet jó, csak várni kell. Uh-huh. Zombi? Megöljük. Nem arra gondoltam, hogy megöljük a The Day Before folyamatot. Hát, az jó. Jó, biztos vissza... Várjátok, amúgy kikresel, csak... Csak ott van. Fatal error. Wake up! Hold the line! This hamlet shall not fall! Védjétek az eceteket. Köszi szépen, Bána. Köszi szépen a raidet. Hello, sziasztok. Üdv mindenkinek. Hello. Ez most itt éppen egy crash ebből a játékból. Első crash, így van. Első crash. Biztos vissza lehet joinolni. És nem ölt meg minket a zombi. Bána, te küldted ezt a crash-t? Gyanús. Hogy fut? Hát figyelj, ez egy ilyen átlag túlélős játék igazából, ami hype-ot kapott. Szóval ezt csak jól ki kell használniuk, meg nem szarul kommunikálniuk, ahogy eddig tették. Azt amúgy ebből egy csomó jó dolog kisülhet. Ott van, rajtam van még a cucc, srácok, úgyhogy vissza lehet joinolni. EU szerver szerintetek? Jó, EU szerver nincs továbbra sem. Amcsi szerver. Hát igazából... Ebben a Survivor játékban az a jó, hogy hype-ot kapott, mindenkit érdekel,
Még akkor is, hogyha szar. Hú, ez mondjuk baj. Nem fogunk tudni visszamenni. Ja. De így nem érzem kiemelkedőnek. Tehát, hogy nem ótvar, nem botrányos, ilyen átlagos amúgy. Crash után 45 perc volt, mire visszaengedett? Hát szerintem amúgy ennyi, ezt elengedjük. Valószínűleg amúgy nem is lehet visszajoinolni, tehát hogy így ez felejtős. Bent voltunk a raidbe, amit vittünk, az biztos, hogy mindent buktunk, csak még a játék nem közli velünk. Hát igazából annyit kell csinálni, hogy ha be akartok jutni, fogjátok az Ázsia régiót, és akkor alsó szerverekkel próbálkoztok. Ez a játék egy scam, nem ezt ígérték? Hát figyelj! Igazából mutattak egy eléggé mutatós trélert két éve. Kicsit több, mint két éve. És amúgy pár napja meg mutattak egy olyan trélert, ami alapján meg ilyen. Ho-ho-ho! Mi történt? Most mindenki kikresselt? Most jól lehet? Láttátok, hogy mennyi európai szerver volt normál? Ennyi, srácok. Szóltam apukámnak, gyorsan kikikelte a fél régiót, aztán most már jó? Na, ha most megveszitek, gyorsan letöltitek, még beértek a szerverre. Hát figyelj, amúgy, nézzétek meg a No Man's Sky-t. Ha ügyesek a srácok a The Day Before-nál, ami eddig nem ezt bizonyítja, akkor jó, ki tudják ezt. You have entered the danger zone. Collect as much valuable loot as possible and return to Woodbury. Akkor ezt jól ki tudják használni. Megvan a lootom. Jó hír. Jó hír, hogy megvan a lootom, rossz hír, zuhanunk a fenébe, mert kikresseltem. Mindjárt belépek a GM accountommal, azt arrébb portolom a karaktert, és jó lesz. Ez milyen jellegű játék? Ilyen túlélős. Extraction, survival, extraction, shooter, looter. Szóljál Bunnak, hogy kapcsolja ki a flyhacket. Az a gond, srácok, hogy nem vágom se a Daisy-t, se a Vigort, csak a Division-nak a survival-jét. Azt úgy nagyon szerettem, meg a... Amúgy itt várhatnánk nagyon sokáig. Aki esetleg fekete képernyőnél vár, és azt mondja, hogy hú, de szar ez a játék, nyomni kell egy eszket. Látjátok? Most már jó. Tutit hittek tőlem nektek. Az a gond, hogy... Jó, még vissza lehet lépni. Ez a játék két éve szebb volt? Igen, mert az nem a játék volt. Az nem a játék volt, ez csak egy ilyen koncepciós promo videó. Hát ez jó, akkor gyorsan Ázsia. Nem úgy volt, hogy free lesz? Nem. Most mi van? Ázsián sincsenek már szerverek. Srácok. What? Kösz. Most mindenki megfogadta a tanácsom, az fölment Ázsiára. Jó, srácok, most Amerikára kell menni, ott nagyon jók a szerok. Szóval én úgy tudom, srácok, hogy elő lehetett rendelni ezt a játékot, még mielőtt lekerült volna Steamről, és... tehát, hogy ez nem hiszem, hogy úgy promozták, hogy ingyenes lesz. Mert ez a Server Finding Simulator? Hát, mindjárt megnézem. Az a gond, hogy... Ázsia, meg Amerika fullon van, és nem lehet bemenni euróra sem, mert amúgy azok is fullon vannak, csak nem írja ki.
Amúgy ezt, hát hogy én még megpróbálok bejutni, kimenekülni, azt ennyi. Azt csókolom. Amúgy nagyon idegesítő, hogy úgy van szortolva, hogy a full van fölül. És le kell görgetni az aljára. Ahhoz képest, hogy ingyenes, szerintem jó élmény. Hát, hogyha ingyenes, akkor amúgy jó. De ezért fizetni kell 40 eurót. Én úgy tudtam, hogy nem lehet előrendelni, de még elvileg pénzt se kértek a játékosoktól érte. Ez most mi? Nekem meg fizetni kellett, srácok. Bár lehet, hogy ti most másik játékról beszéltek. Elengedem-e? Hát most valószínűleg elengedés lesz, mert nem tudok bejutni sehova. ...98%-ban negatív a review. Komolyan? Most mondanám azt, hogy ameddig tölt, addig megnézzük a review-kat. Jó, megnézem már, hogy mit írnak a fejlesztők. Mármint a kiadó, bocsánat. Semmit. Tehát a kiadó semmit nem ír. A The Day Before Twitter semmit nem ír. De van Discordjuk. Na ott azt most megnézzük. Let's customize your experience. Kösz, nem érdekel. Valami bejelentéseket akarok keresni. Server news, na valószínűleg az kell nekünk. Aha, hát semmi. Srácok, most mit csináljak? Minden tele van. Minden tele van. Hol kell olvasni arról, hogy ők most nyitnak szervereket. Refund? 2,1 óra már benne van, srácok. Szerintem offos. Ez most off. Oh, na. Ez hihetetlen. Refoundot bármikor lehet kérni. Hát azt is mondják, hogy ha nem tettél bele játszótórát egy játékba, vagy kipróbáltad és nem működik, akkor tudod refoundolni bármikor. Hát én próbáltam egy pár hónappal később. Beengedtek küldeni a refundot, viszont nem refundoltak. Szevasz, Szefi! Hogy van felirat a streamen? Van ilyen OBS plugin, ilyen closed captionös. Nem a legjobb amúgy. 20%-ba írja jól, amit mondok. Amúgy akik azt írták, hogy Lost Ark vibe, amúgy tényleg. Ez a bejutás, ez fura Lost Ark vibe.
De ugye a Lost Ark-nál is az volt, hogy előrendelted, vagy nem is tudom, hogy volt, aki fizetett, valamelyik pakkot megvette, na annak volt ilyen szívás főleg. Elvileg úgy van, hogy 20, hát nem tudom, két heted van refundolni. Na, New World-re már nem emlékszem. Ne, nekem nem. Tehát, hogy én beletettem az egyik játékba egy 10-20 percet, nyomtam egy refundot, és nem adták vissza a pénzt. North Amerikánál bejutottál? Amázd Isten mindeneteket, srácok, hát én itt kísérletezek már mióta, ez valószínűleg jó szimulátor lesz itt jó ideig még. Azért van negatív, mert 4000 férőhely és 39000-en szeretnének játszani. Hát csak be lehet jutni, hát az előbb mondtátok, hogy nyitottak új szervereket, meg ilyenek. Legalább a Lost Ark-ból láthatod, hogy 8 óra a queue és nem lehet reconnectálni. Na mondjuk ezt nem is értem, hogy miért nem lehet egy full szerverre joinolni, érted? Bejön a game. Szeretem az ilyen jellegű játékokat, de ez egy átlagos játék. Jelenleg. Egy átlagos játék nagy hype-al, szóval ebből lehet amúgy összehozni jókat. Amúgy van egy R betű, lehet refresh-elni. Hát ezt most nagyon sajnálom. Konkrétan az van, srácok, hogy kikresseltünk az ázsiai szerveren, ahova sikerült bejutnunk rét közben. Nagy valószínűséggel már nem ér a karakterem. Írtó szívás. Igen, a menüt már végigvittem. Ja, Amerika fullos. Amerika annyira fullos, hogy teli vannak a szerverek. Szóval én nagyon szeretem az ilyen jellegű gémeket, mondom a Division Survival-jét is nagyon éltem. Szerintem az brutál jó volt, csak sajnos egy idő után már nem queue-olt be senki. És a Tarkovot is nagyon-nagyon szerettem. Azóta nyilván már megváltozott, én talán három-négy éve nyomtam nagyon a Tarkovot. Fú, kegyetlen jó játék. Három magyar streamet nézek egyszerre, de senkinek se sikerül. Hát, hogyha nem crasheltem volna ki, akkor még mindig mehetnem. Az a helyzet, hogyha tudod magadról, vagy hogyha nem tudod magadról, és olyan vagy, aki szívesen okolsz mást, amikor meghalsz, vagy amikor valami hiba történik, akkor rögtön arra fogod fogni, hogy cheaterek. És mivel a Tarkovban jó pár cheater van, és mivel nem tudod megnézni, hogy hogy haltál meg, ezért a vérnyomásodnak nem fogsz jót tenni. Szóval ott olyan mentállal kell menni a Tarkovba. Menüjáték? Hát jó, mert most teli vannak a szerverek. Ja. Teli vannak a szerverek. Mindenki próbálkozik bejutni. Most már az sem megy, tehát én mondtam amúgy, hogy az lesz, hogy egy idő után már Ázsiára se lehet bejutni. Mikor mentem be Ázsiára? Fél nyolckor? Fél nyolckor mentünk be az ázsiai szeróra, most már mindegyik régió fullon van.
azóta felébredtek az ázsiak. Vagy minden európai oda ment amúgy. Há? Én azt mondom, srácok, 3/4 kísérletezünk, nem megy, csumi. Sziasztok, én másfél óra alatt 4-szer crasheltem, mert én barom meg akartam nézni a térképet, inkább visszakértem a zárát a játéknak. Hát amúgy, én azt mondom nektek, hogyha ezen a játékon agyaltok, szimpatikus, akkor nem most vegyétek meg. Kicsit később, mert most, amiről lemaradtok, az az, hogy ez, például ami itt van, hát meg az első élmények. Nyilván, amikor még nem tudja senki, hogy hogy kell játszani a játékot, de szerintem ér annyit, hogy ne az legyen az élményed a játékról, hogy itt ülsz a menübe. Tehát, hogy azért már csak érdemes később megvenni. Miért pont Ázsiára csatlakozunk, mert ott nem játszottak annyian. Azért, mert nézd csak, átmegyek európai szerverre, van két high, frissítek egyet, mert mindegyik fullon van. Szóval az EU régió nagyon durván fullon van, és csak látod, tehát amire azt írja, hogy full, arra nem is lehet csatlakozni. Észak-Amerika egy van hájon. Na, Ázsián van egy lov. Szia Belfegor, köszi, hogy itt voltál. Ezeket szerintem most nyitották. Ázsia most jó, srácok, aki be akar lépni, Ázsia alja, nagyon jó. Tudjátok, most mi lesz? Zuhanunk, és ennyi. Ja, amikor egy játék hyped, akkor ez van sajna megjelenéskor. Hát sikerült bejutni, de szerintem zuhanni fogunk. Tehát most a Q-szimulátorból átmegyünk zuhanó szimulátorba. Kérdés. Láttatok-e már valakit, vagy jártatok-e már úgy, hogy zuhantok? Kiléptek, beléptek, és utána is zuhantok. Mi erre a megoldás? Igen, jól látod. Rajtad kívül még másik 3 emberrel tudsz játszani. Bleeding, heavy bleeding, damaged chest, damaged belly, broken arm. Jó, és akkor most mi van? Álmomba csomószor előfordul, elég parás, hát ja. Ki kéne teleportálni? Na várjatok, írok apukámnak, hogy GM Kaligval logoljon fel. Így mi van? Ja, hát én se gondoltam. De amúgy tényleg, amit mondtatok ma délelőtt, hogy ezt a játékot úgy kellett volna kiadni, hogy azt mondják, hogy 7-én jelenik meg, és egy nappal hamarabb adják ki, mert hogy the day before. Hát olyat tudunk csinálni, srácok, hogy kitörlöm a karaktert szerintem. Ja, az van amúgy, hogy ha most kilépünk, akkor a karakterünk bent marad egy percig a játékba. És így most meg tudjuk várni azt az egy percet. Jó, kilépünk. Ja.
Nem működik a confirm gomb, mert zuhanunk, tehát éppen csinál valamit a karakter, szóval érzékeli a játék, hogy nem tudunk kilépni. Egy idő után crash lesz, mert az a számláló, ami a pozíciódat tárolja, túlcsordul és negatívba fordul. Az kellemes. Szerintem amúgy ennyi. Ez ennyi volt, srácok. Még megnézem, hogy lehet-e valamit kezdeni a karakterrel, de hát kinyírtam a gémet. Most olvastam, hogy a fejlesztők letöröltek minden olyan videót, ami azt sugallta, hogy Open World demo lesz. Szerintem azt nem letörölték, hanem leszedették, srácok. Ilyen jogi parák miatt. Szerintem amúgy, hát nem tudom. Biztos, hogy a zombi megcsap... Srácok, mindjárt kilépünk, mínusz 10 másodperc. Az komoly. Elvileg már kiléptünk, ez azt jelenti. Nekem is nagy én bajom volt. Hittem az emberi jóságban, lelőttek, utána meg a netem is elment, pont mehetett a refund. Na, hát tanár úr, azért lőttek ki, hogy még tudjad refundolni a gémet. Ez azért van. Konkrétan day before, mert visszamész az időbe. Jaj. Nekem volt egy nagyon jó köröm. Egyetlen köröm volt, jó nem kettő, mert hogy volt egy köröm, amikor bementem, és így mindenkit, mint egy Terminátor szétlőttem, az egy nagyon jó kör volt. Kijöttünk, megnéztük, hogy még mit lehet csinálni a lobbiba, aztán visszamentünk, harcoltunk egy zombival, rám futott, próbáltam lelőni, kikresseltem, visszaléptem, persze hosszú várakozás után, visszaléptem, zuhantam, kiléptem, visszaléptem, vártam, zuhantam, és hát most pont azt láttátok, hogy éppen mi van. A new subscriber arrives. Na. It fills you with determination. Töröljük-e a karaktert, vagy lépjünk be még egyszer, srácok? Sajtos csocs. Már mint hogy sajtős csücs. Köszönöm szépen a támogatást. Köszi szépen. Üdv immáron a feliratkozott vadászok között. Na, mit mondtok, srácok? Delet vagy próba? Még egy belépés? Belépés szeretnétek, srácok? Ha holnapig hagyd meg a karit, hát ha lesz valami patch. Utcsó belépés. Jó van. Ázsiában vannak még szerok? Az a gond, ez a háj, ez nem fog be. Zónó karakterre érdemes belépni? Hát én ezt pont most próbálom. Eddig kétszer léptem be, mind a kétszer zuhant, ez lesz most a harmadik belépés. Szerintem ne erőltesd. De én azért még megpróbálom. És legalább, ha mással nem, tanáccsal tudok nektek szolgálni. Már több óránk van benne, srácok, úgyhogy ezt már nem lehetne refundolni. Szerintem kikreselt a game. Na ilyen még nem... Aha, nézzétek csak. Kikreselt a game. Na de most úgy kikreselt, hogy nem lehet bezárni. Na várjatok. Ha esetleg nem tudjátok, hogy itt ilyenkor mi a megoldás, hogyha nem tűnik el. Ugye mondom nektek. Na, start tab, új asztal, és új asztalon tudsz nyitni feladatkezelőt. Látjátok, ide jöttek a streamre, azt ilyeneket tudtok itt tanulni. Kontrollált cipőtalp. Ez
Ezek ilyen lifehack-ek, igen. Ha másért nem is, ezért már megérte nézni egy kis The Day Before streamet. Az a gond a Ctrl-Shift-Escape-el, meg a Ctrl-Dell-el, hogy néha olyankor a feladatkezelőt a játék mögé nyitja meg, tehát nem fogod látni a feladatkezelőt. Ja, én már nem tudom refundot, de nem baj. Amúgy én, nekem ez, hogy így együtt így nevettünk rajta, meg majd úgyis még rá fogok nézni nyilván, ez már megértem. Nyilván, hogyha egy játékra nagyon panaszkodnak, akkor exkluzív elbántásban részesülnek a refundok. Na most, amúgy most nagyon jó, úristen! De van lehetőség, hogy a feladatkezelő mindig minden ablakon felül legyen. Ó! Oh, viszont ezt külön kell beállítani. Amerika most nagyon jó, srácok, ha be akartok lépni. Ez annyira nem fantasztik? Tudod, mi a fantasztik? Ha most zuhanunk. Hát ezt nem hiszem el, srácok. És most kikresseltünk? Nem, még megy. Jó van. Négyszer meghaltam, kifagyott, oda lett minden starter, cuccom eddig fantasztikus. Törölj karaktert, az kezd előre. Hogyha rosszabbul állsz, mint ahogy elkezdted, akkor törölj karaktert. Szerintem. Na hát az utóbbi fél óra, szerintem az utóbbi fél óra az annyi volt, hogy várakozunk, hogy visszajussunk, és nézegetjük, ahogy hullik a karakterünk. Sáncok, hogyha amúgy tetszik ez a koncepció, akkor lehet, hogy érdemes egy kicsit várni azzal, hogy megveszitek. Vagy hogyha el tudjátok fogadni azt, hogy vannak ilyen kezdetleges lunchbéli hibák, akkor nyugodtan nézzetek rá, de szerintem, hogyha így szórakozással akarjátok tölteni az estét, akkor most nem ajánlom ezt a gémet egyáltalán, tehát hogy így nagyon nem. Majd később, amikor már a szerverek is jobb állapotban lesznek, meg amikor már a gém is jobb állapotban lesz. Hogy ez mennyi idő, azt nem tudom. Én megpróbáltam. Kicsit később vissza fogunk ránézni, mert amúgy tetszik ez a koncepció. Mondom, én imádtam az ehhez hasonló Division-nek a survival módját, amihez külön kellett bejoinolni, és melegíteni kellett a karaktert a tűznél, hogy ne fagyjon meg. És úgy kellett lootolni pluszba a dolgokat, bemenni a Dark Zone-ba is, én ezt nagyon éltem. A Tarkovval meg jó pár száz órát beletettem, brutál mód imádtam a Tarkovot, úgyhogy bízom benne, hogy ez a játék is lévén, hogy ekkora hype-ot kapott. Most az tök mindegy, hogy sokak szerint ez most egy a legrosszabb játék, de tudnak fordítani. A No Man's Sky-nál is tudtak fordítani, oké, sok időbe telt, de ha valaki olyan játékot vár, mint amit az első trailerben mutattak, ez nem az. Ez olyan, mint amit az utolsóban mutattak. És még a szerverek se jók. Úgyhogy, én mondjuk bizakodó ember vagyok, de meg tudom érteni, hogyha valakinek ez már sok. Abszolút meg tudom érteni. Ez egy early access game jelenleg 40 euróért, szóval, hogy amúgy a 40 euró ahhoz képest, hogy
A AAA játékok azok 70-be kerülnek, és azok is amúgy vannak, hogy borzalmas állapotba jönnek ki, ahhoz képest a 40 euró okés. Most jogosan kérdezhetitek, hogy ezért? Hát ezért a 40 euró nem okés. De majd a később lehet, hogy okés lesz. Csapatban jobb lenne amúgy, de nem tudunk teambe állni. Hát igen, én azt még nem is próbáltam. Hát ugye ott az kell, hogy egy szerverre bejussatok, és akkor még sikeresen meg is inbeljétek egymást, és sikeresen bekerüljetek együtt a nyílt területre. Meddig marad 40? Ugye megnézzük, jó? Ezt itt leszokták írni. Ez még csak 2000 negatív, ez nem sok. Azt írják, remélik, hogy az Early Access 6-8 hónap, de ez változhat. Akkor fogják kiadni a teljes verziót, hogyha már úgy érzik, hogy az a legjobb. A legjobb állapotban van a játék. Ja, és hogyha kiadják, akkor már nem 38,99 lesz, hanem 48,99. A legnagyobb baj szerintem, hogy már az nem stimmel, hogy ez nem egy MMO open world játék, ez egy PvP X-Action shooter game. Igen, ez amúgy az, ez az. Kérdés, hogy mi számít MMO-ságnak, ugye? Mert hogy masszív multiplayer online, szóval hogy igazából másokkal vagy együtt a lobbiba. Sok más emberrel. Jó, nem csak a lobbiba, hanem a pályán is, de hát na, én most oké, meg tudtam ölni nem tudom hány ember, de például amit még hiányoltam, jó, hogy ez amúgy szóba került, amit még hiányoltam, hogy megöltem akárhány embert. Nincs, nem volt semmi statisztika róla. Annyira ügyesek voltak a fejlesztők, hogy amikor crashelt a játék, kiírattam az eredeti címét, ami a The UE Survival Game. Hát ez a Survival Game, nem? Jó, szerintem amúgy a mai, bocsánat, a The Day Before-os legjobb pillanat az volt, amikor első alkalommal beléptünk, benne voltunk a falba, megmozdultam és leestem. Tehát ugye ez amúgy annyira tetszett, nem tudod felbosszantani, mert vicces volt, és elkezdtünk zuhanni, hogy ez szerintem megcsinálta a nap fénypontját. Az szerintem nagyon jó volt. És utána kiléptünk, beléptünk és jó volt. Jaj, srácok. Hát ennyi lett volna így első blikre ez a játék. Remélem, hogy jobb lesz.